Csak nem 100 vállalkozó és mezőgazdasági termelő gyűlt össze ma a temerini önkormányzat tanács termében. A helyiek főként a tartományi és köztársasági támogatások iránt érdeklődtek. Temerinben is így gondolom, hogy általában a segítség meg a különböző kedvező kölcsönök, azok nagyon szükségesek, hogy tovább fejlődjönek, vagy pedig újakat alakítsanak ki. Temerinben számos kis vállalkozó van, de igen fejlett a fémfeldolgozás is. A község több mint 15 ezer hektár megművelhető mezőgazdasági területtel is rendelkezik, és 1500 bejegyzett gazdasága van. Iz tog razloga upravo i danas želimo da sarađujemo, da uspostavimo još bolju saradnju sa privrednicima i poljoprivrednicima, kako bismo unapredili i naš privredni potencijal koji imamo, kako bismo imali neke sugestije od privrednika na koji način da delujemo dalje, iz razloga da naša deca ostanu i što više mladih. A helyiek részletesen tájékozódhattak a Vajdasági Fejlesztési Ügynökség programjairól, amely a tartományi és állami támogatások pályázatait kezeli. To su veliki programi koji imaju prilično veliki budžet, a sa druge strane ono što je dodatno naša aktivnost jeste da mi takođe idemo u ime Fonda za razvoj, odnosno mi smo institucije koje izlaze na teren kada se odobre sredstva, odnosno kada Fond za razvoj dodali kreditne sredstva, mi smo ti koji vršimo kontrolu, odnosno gledamo da li su sredstva utrošena u skladu sa ugovorom koji su klijenti potpisali sa Fondom za razvoj. A gazdasági támogatások mellett Temerinben nagy hangsúlyt fektetnek a foglalkoztatottság növelésére is. Idén a községi büdzséből 7 millió dinárt különítettek el erre a célra, amelynek segítségével 30 új munkahely és 20 vállalkozás nyílt meg a településen. A támogatásokat állami és tartományi eszközökből valósította meg a helyi önkormányzat. Pokrinjska vlada ove godine je odvojila 120 miliona dinara za zapošljavanje ljudi u tri programa. To su programi samozapošljavanja, novog zapošljavanja i javni radovi. Idén Temerinben a községi büdzsé egyharmadát infrastrukturális befektetésekre fordították. Hangzott el a tanácskozáson, amelyen kiemelték, hogy folyamatosan fejlesztik a településen levő hat ipari övezetet is.